Kincsileg ekkora reggel, ki van, ki hogyan, mi. Két csikot már kiraktam padigba. Most nézel a helyet, mert ólom. Ónos eső esett, és most nézel, hogy hol tudsz menni. Ugye hónap 25-26 hónap után már azt se tudod, hogy mi van. És hajnalban azon idegeskedsz, hogy hol tudsz menni egyáltalán mozgatni. Mert elegen vagyunk. Csak most oda baszott az ónos eső. Na, idegesítetek. Megyek? Hát én nem tudom. Nem tudom, hogy hol tudok ebben menni. Mert a kettővel még kimegyünk. Meg a Markaz. Drágám, lehet, hogy ebbe itt maradunk udvarba, jó? Ebbe. Patkó van rajta, érted? Az itt, ezen gondolkodok. A kettő nincs, meg a hál' Istennek a fölsőn sincs. Na, te azért mondom, lehet itt tervezni, mondhatom a Pali bácsinak. Így. Nagyon szarott, már körbe mentem, sejtel, hogy körbe megyek, már idegbeteg vagyok hajnaltól. De itt is szar, mert ez a rész tiszta fagy. Én nekem idegosztály lesz a balesetem, oda megyek, emberek miatt, meg minden miatt. Kicsim, nem érdekel. Ebben itt maradunk, jó? Ebben itt maradunk. Hát azok jégkor, azok mondom, patkó nélkül, még remélem, jó, hogy nem jött a Gyula megpatkóni. Katám, szia drágám, bocsánat, hogy lerántottalak, de össze kell hoznom mindig a spontán dolgokat, úgyhogy most van az a vezetőló, akkor ezt lenyomjátok, és akkor már fönnmaradunk, tudod? Csak hogy ezekkel itt meglegyünk. De ezekkel kimegyünk a kimentek, én nem is tudok kimenni motorra. Viszont ezeken nincs patkó, hála Istennek még. De nagyon vigyázzatok.